Alig több mint egy évvel ezelőtt több ezrével érkeztek naponta Ukrajnából a háború elől menekülők. A vármegye öt határátkelőjén, Záhonyban, Lónyán, Tiszabecsen, Barabáson és Beregsurányban segítők, önkéntesek, egyházi és civil szervezetek várták a bajba jutott családokat. A legtöbben abban bíztak, hogy a menekültek heteken, hónapokon belül visszatérhetnek otthonaikba, a harcok azonban egy év elteltével is tartanak Oroszország és Ukrajna között. A magyar kormány törekvése a kezdetektől az volt, hogy mielőbb megkezdődjenek a béketárgyalások a felek között. Az még most sem látszik, hogy a háborúnak mikor és milyen formában lehet vége, de Magyarország továbbra is az azonnali tűzszünetet szeretné elérni, mondta el Szentkirályi Alexandra kormány szóvívő. Nem szeretnénk semmilyen módon belesodródni egy háborúba, ami azért is látjuk, hogy egy nagy veszélyt jelent ránk, mert egyre inkább felerősödik a nyomás az Európai Unió felől. Emlékezzünk vissza, hogy az elején arról beszéltek az Európai Uniós országok, hogy csak olyan eszközöket küldenek Ukrajnának, amely nem alkalmas az élet kioltására, a németek sisakot küldtek, most pedig már ott tartunk, hogy Leopard tankokat küldenének pont ugyanezek a németek a frontokra, tehát nagyon nagy veszélye van annak, hogy Európa egyre közelebb kerül egy ilyen háborús konfliktushoz. A magyar emberek elmondták a véleményüket, erre tud a kormány is támaszkodni, elmondták a választásokkal is, hiszen akkor is a béke mellett tették le a voksukat, és elmondták például a nemzeti konzultáció kapcsán is, hogy nem csak a háborúnak a fegyverkezési része ijeszti meg őket, hanem azok a szankciók is, amikről viszont már maga Európa döntött, és amelyeknek tulajdonképpen most is hisszák a magyar emberek a levét a nagyon magas szankciós inflációs felárakban. Szentkirályi Alexandra hozzátette, az uniós szankciók mellett az energiaigényes ipari nagy beruházások járultak még hozzá a magas inflációhoz. A kormány célja az, hogy évvégére egy számjegyűre csökkentse az infláció mértékét, és fenntartsa a rezsicsökkentő intézkedéseket, amellyel átlagosan havonta 181 ezer forintot tudnak megspórolni a magyar családok. Minket arányaiban kifejezetten magas mértékben érint ez a bizonyos szankciós felár, amit az energiahordozó kapcsán meg kell fizetnünk. De azért ott vannak azok az intézkedések, amelyekkel a magyar családokat most is védjük. A legfontosabb szerintem az továbbra is a rezsicsökkentés fenntartása átlagfogyasztás erejéig. Ezzel még mindig átlagosan 181 ezer forintot tudunk megtakarítani egy-egy magyar családnak. Legalacsonyabb áram és gázárakat fizetik a rezsicsökkentett formában a magyar családok egész Európában. Aztán ott van az élelmiszer elstop, ami megint csak arra jó, hogy minél kevesebbet érezzenek ebből meg ezekből az árakból az emberek. És hát számos olyan intézkedés van, a családtámogatásoknak a fenntartása, a nyugdíjasoknak a 13. havi nyugdíjjal való segítése, ami mind arra szolgál, hogy a magyar emberek minél kevesebbet érezzenek ebből a nehéz helyzetből, addig is, amíg le tudjuk dolgozni az inflációt. A kormány szóvívő beszélt a néhány héttel ezelőtt kirobbant pedofil pedagógus botrányokról is. Elmondta, a kormány célja, hogy Magyarországon lépjen életbe Európa legszigorúbb gyermekvédelmi törvénye. Ennek előkészítésén dolgoznak éppen. A Szentkirályi Alexandrával készített interjú hosszabb változatát a szerdai 35 perc című műsorunkban láthatják.